Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreának vidékére ért, megkérdezte tanítványtól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, másnak Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötted a tanítványoknak, el nem mondják senkinek, hogy ő a messiás. Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevont őt, és óvaintette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ez a szentírási rész Jézusról szól, Péterről, az ő hitéről, Istennek a nagy ajándékáról, az oldás és kötés hatalmáról, illetve arról, hogy a hitünk még mennyire nem tiszta. Ugye itt van Péter és a tanítványok, akiket Jézus már egy kicsit mélyebbre akar vezetni, és talán azt is látni akar, hogy ugyan megértettek-e már valamit abból, amit tanít tőlük, illetve hogy valamilyen felismerésre jutottak-e már, és meg kinek tartanak engem az emberek. És nagyon érdekes, hogy a tanítványok mind a múlt felé néznek vissza. Vissza a múltba, Jeremiás, Illés, Keresztelő János. Ezt aki zárójelben jegyzem meg, hogy ezek szerint lehet, hogy Keresztelő János meg Jézus testi kinézetében is valamelyest hasonlított egymásra, hiszen rokonok is voltak, mert hát Keresztelő János sokan ismerték, és hogyha Jézust a Keresztelő Jánossal összetévesztették, akkor ott valami testi hasonlóság is lehetett, de hát ez csak ilyen érdekesség. A lényeg az, hogy mind a múltban néznek vissza, és amikor Jézus megkérdezi, hogy ti kinek tartotok engem, akkor hát nem szólalnak meg, kivéve Pétert. Ezt a drága embert, ezt a csodálatos figurát, akinek ami a szívén, az a száján, és aki mindig először beszél, mielőtt gondolkodna, ami időnként nagy bajba viszi őt, tudjuk a Jézus elítélésekor meg előtte, és aki nagyon tud hősködni, és aztán persze tud megrémülni is. De egy biztos, hogy ami most a szívén van, mielőtt külsebben gondolkozna rajta, már kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye ez a messiásnak a megvallása, hogy Jézus a messiás. Hát ez bizony nagyon nagy mondat volt. Ezt senki nem merte addig kimondani, és Jézus meg is mondja neki, hogy ezt nem azért mondod, mert te erre meggyőződés jutottál a saját eszedből. Ezt így végig gondoltad, megláttad, végelmed, hogy azt gondolod, hogy ez nem lehet más. Hanem mert azért, mert az Isten valahogy a szívedre helyezte, és az első igazságot, ami a szívedben volt, amit eddig talán megfogalmazni sem mertél, most kimondtad. És Isten azt mondja, hogy te, ez egy csodálatos dolog, hogy Isten az, hogy kegyelmi ajándékát, ezt a hitet, a Jézusban való hitet megadta, ahogy megadja nekünk is, és ez alkalmas arra, hogy erre felépüljön Isten országa, és az egyház, amelyik Isten országának a szolgálatában építi és vezeti előre ezeket az embereket. Ugye ez egy akkora nagy dolog, és Jézusnak a nagy lelkűségét mutatja, hogy rögtön, mivel Péter, aki egyébként is vezető szerepet töltött be, látszik, hogy nem csak testileg, nem csak a halászmesterségben való tapasztalatai okán, ahol megtanult, hogy hogyan kell más embereket vezetni, hanem lelkileg is, az Istenre való hangoltsága miatt kész arra, hogy valóban az apostoloknak és az egyháznak a vezetője legyen. Ezért ezeket a nagy dolgokat mondja neki, hogy te Péter vagy kőszikla,
és én rád és erre a hitre, erre a bizonyosságra fogom építeni az egyházamat, amin a pokol kapuja is vesznek erőt, ugye ez egy nagy reménység nekünk is, amikor az egyházunknak ezt a zaklatott és sérült állapotát látjuk szerte a világban, és hogy megadja neki a kulcsok hatalmát, az oldás és kötés hatalmát, amivel mindmáig élünk, ami mindmáig feloldoz minket a bűnök alól, amikor elmegyünk gyónni, amelyikkel megáldja a házasságainkat, vagy éppen akár fel is oldhatja azokat. Nem azért, mint hogyha erre akarnánk bárkit biztatni, hanem hogy Isten óriási hatalmat adott Péter, majd később ugye mind a két 12 apostolnak a kezébe, amit azok tovább örökítettek az egyháznak. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Péternek ez a hite még nem egy letisztult, kiérlelt, belső bizonyossággal teljesít. Ez még tele van mindenféle emberi gondolkodással. Mert amikor aztán később Jézus úgy látja, hogy ha már eljutottak odáig, hogy ő a messiás, akkor elkezdi egy mélyebb megértésre vezetni őket, és elkezd beszélni nekik arról, hogy neki szenvednie kell és meghalni, akkor Péter, aki most lett megdicsérve, és aki elég bátor ahhoz, hogy Jézust akár ilyen módon is megszólítsa, rögtön mondja, Isten ments Uram, ez nem történhet veled. Hát bizony, hogy nem, mert akkor hogyan leszünk mi miniszterek, hogyan leszünk mi nagy emberek, hogyan fogunk itt ezen a földön építeni Isten országát. Nem, ők nem erre számítottak, ami történt. Ők azt a fajta karriert akarták befutni, amit talán nagyon sokan akarunk befutni az életben, a világban, vagy akár az egyházban is, hogy egyre ügyesebbek, egyre tehetősebbek, egyre szeretettebbek, egyre elismertebbek leszünk. De Jézus erre azt mondja, hogy szó szerint, hogy eredj mögém, sátán, hogy távozz tőlem, eredj mögém, mert az emberekre van gondos, emberek dolgaira, vagy gondolkodás módjára, emberi módon gondolkozol, és nem Isten szerint. Hát ugyan Péter már hisz, de ez a hit még teljesen össze van keveredve az emberi gondolatokkal, és bizony szüksége van arra a tisztulásra, és arra a belső megértésre és meggyőződésre, amire igazából csak húsvét, a feltámadás és a pünkösd után jutnak el, amikor már a feltámadás fényében képesek értelmezni az egész múltjukat, jelenüket és jövőjüket. És ez bizony figyelmeztetés nekünk is, mert biztosak lehetünk benne, hogy a mi hitünkben is vannak még, vagy lehetnek olyan dolgok, amik még össze vannak keveredve az e világ szerinti gondolkodással. Miért is ne lennének összekeveredve? Hiszen ezt szoktuk meg, ebben a világban élünk, e világ szerint tanítottak meg minket gondolkozni, ezt örökítették ránk a szüleink is, jó esetben a Krisztus hittel együtt, de hogy ebben előre jussunk, hogy a mérjére lássunk, hogy az imádságnak a szeretetére, a szentírásnak a szeretetére, a közösségnek a szeretetére, egyáltalán Istennek és embernek a mindent felülmúló szeretetére eljussunk, hát ahhoz bizony előre kell haladnunk. Ez nem könnyű dolog, és időnként lehet, hogy mi is olyan feddést kapunk, mint Péter kapott, és Péternek is ezt le kellett nyelnie, és el kellett gondolkozni, hogy ő, aki csak a legjobbat akarja, és Jézusnak is, és Istennek is csak a legjobbat akarja, most egyszerűen csak azt mondják, hogy ő ördög. Hát, ez nem egyszerű dolog. Van, amikor félreértenek minket, és azért mondják ránk, hogy valami rosszat teszünk, és azt is le kell nyelni, és el kell viselni, bár nyilván, ha szükséges, vagy van értelme, akkor ki kell mondani, hogy tévedtek. De van, amikor helyesen gondolják róluk, hogy valamilyen tévedést követtünk el, vagy Isten rávezet minket, az imádságon, az igén, a közösségen keresztül, hogy valamiben nem jól gondolkozunk, és bizony azt is el kell tudnunk fogadni, és végig kell elmélkednünk, hogy akkor hol rontottuk el, miben kell másképp szemlélnünk a világot. Hát adja Isten, hogy megkapjuk a megkülönböztetésnek az ajándékát, amivel meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat, az igazat és a hamisat, és a lelkeket, az Istentől jövő sugallatot és lelket, a világ lelkétől és a gonosz lélektől, és mindig helyes felismerésre tudjunk jutni, illetve el tudjuk fogadni a feddést, ki tudjuk javítani az útjainkat, és előre haladjunk. Mert egyben biztosak lehetünk, hogy Isten szeret minket, és azért akar minket előre vezetni, hogy még inkább átadhassa maga szeretetét. És ahogy Péter, ez a hirtelen haragú, hirtelen döntéseket hozó, de csodálatos ember, aki képes volt ruhástól a vízbe ugrani csak azért, mert Jézus kint várta a parton,
aki elfutott ugyan, amikor Jézust elítélték, de utána mégis kiállt és mindenki előtt megvallotta, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atyaisten dicsőségére. Szóval az ő példáját tudjuk követni mi is, és az ő példáját szerint tudjunk növekedni és előre haladni Isten országában most és egész életünk folyamán.